A hegyközségi szervezet az Magyarországon egy tradicionális történelmi ágazati szervezet, egy szakmai önkormányzatként szoktuk definiálni, aminek a lényege, hogy összefogja Magyarországon és kötelezően tagja minden szőlőtermelő és bortermelő ennek a szervezetnek. Mi így, mint egy szakmai önkormányzat, mint egy kamara képviseljük a magyar szőlészek és borászok érdekeit. Ez a hegyközségi szervezet alapvetően települési szintről indul, tehát minden településen vagy több településen alakulnak hegyközségek, ahol legalább 300 hektárnyi szőlőterületet művelnek, és ezek a hegyközségek egy-egy delegáltal, egy-egy képviselővel jelen vannak a borvidéki tanácsban, ahol az eredetvédelmi, borpromóciós, marketing kérdéseket vitatják meg első körben. Ezen túlmenően ugye ők is választanak egy-egy képviselőt, aki képviselő képviseli az, magát, a borvidékét, és ezáltal ugye a hegyközségeket, a termelőket a Hegyközségek Nemzeti Tanácsában, melynek élén az elnök, illetve az apparátus vezetésére a főtitkár áll. Ez a szervezet, ez az országban az első számú és 100%-ban reprezentatív szőlészborász szervezet, ami abból adódóan, hogy uniós tagállam is Magyarország, az uniós szervekkel, illetve a magyar kormányzattal tartja a kapcsolatot. 2014 óta úgynevezett szakmaközi szervezet vagyunk, így különleges önmagunkra vonatkozó speciális szabályokat is hozhatunk, úgynevezett piacszervezési intézkedésekbe, melyek például vonatkoznak 3 éve mondjuk a szőlővásárlásnak a szabályaira, hogy egy bortermelő hogyan tud egy borászat szőlőt felvásárolni a szőlőtermelőktől, és a jövőben várhatóan hasonló intézkedések lesznek annak érdekében, hogy a magyar bort mind a magyar fogyasztók, mind a külföldi fogyasztók minél jobban megismerjék, és úgynevezett borpromóciós aktivitásokat tudjunk bevezetni a bel és a legfontosabb külpiacainkon. Magyarország egy nagyon komoly változáson ment keresztül, hiszen az 1990-es években a szocialista állami gazdaságok és szövetkezetek uralták a szőlőtermesztést és a borászatot. Nálunk ugye annyi volt a könnyebbség, hogy bizonyos mértékig úgynevezett háztáji gazdaságok fennmaradhattak, és azok saját szőlőjüket 0,3 hektárig feldolgozhatták. Tehát volt egy alap, amin elindulhatott ez a termelési folyamat, és egy minőségi megújuláson vagyunk túl, aminek egy újabb szakaszához léptünk. Tehát most nagyon jó alapanyagaink vannak, jó borokat tudunk előállítani, viszont ezeket a jó borokat mind a magyar átlagfogyasztókkal meg kell ismertetnünk, és a külföldi fogyasztókkal. Lehet, hogy furcsán hangzik, hogy azt mondom, hogy a magyar fogyasztókkal is meg kell ismertetni, de van egy réteg, aki nagyon jól ismeri a magyar borokat, de az átlagfogyasztóknál tudjuk azt, hogy még a bort ismeretek, azok nem az elvárt szinten vannak, ami mondjuk Nyugat-Európában, mondjuk Franciaországban, Olaszországban a borról egy átlagfogyasztónak a fejében van. Így dolgozunk például a Magyar Borakadémiával azon, hogy a jövő generációját e tekintetben elindítsuk egy bort képzésen, például a felsőfokú intézményekben, egyetemeken, főiskolákon. Tehát egy nagyon nagy lépésen vagyunk túl, illetve az a nagyon nagy kihívás most előttünk, hogy Magyarország bortermelése 20-30%-kal emelkedni fog mennyiségi szempontból, és ennek a terméknek, ennek piacot kell szerezni, hiszen a jó bornak kell a cégér, bármit is mond a közmondás, és ezeknek a boroknak megfelelő utat kell találni. Hiszen Magyarországon is, ami nagyon-nagyon fejlődött, és fejlődik most még gyorsabban, az a borturizmus, ami egy kiváló példa lehet a kárpátaljai borászoknak is, hogy ezen az úton elinduljanak. A Kárpát-medencében az a különleges helyzet van most, hogy az Európai Uniós berkeken belül, de Ukrajna és Szerbia kivételével minden kárpát-medencei borász, ő Európai Uniós állampolgár, és az Európai Uniós szabályozás alatt áll, aminek vannak árnyoldalai is, de van egy nagyon komoly fejlesztéspolitika, egy uniós fejlesztési politika, amit úgynevezett nemzeti borítékból lehet lehívni. Tehát minden tagország meghatározza a saját maga prioritásait. Azt el lehet mondani, hogy
Ausztria kivételével az egykori magyar királyság területein, a legtöbb területen a borágazat és a szőlőtermesztés az új utódállamoknak a kultúrájától egy kicsit messze állt, és nem olyan mértékig fejlesztették, mint ahogy lehetett volna fejleszteni. Ez különösen igaz például Erdélyben is, párciumi területeken, ahol egyszerűen vannak borvidékek, amik eltűntek az évtizedek, évszázadok alatt, és ahogy ugye ma hallottuk, az államszocialista, a szovjet vezetés idejében azért és nagyon komoly változásokon ment keresztül a kárpátaljai termelés is. Ezt a nagyon nagy lemaradást behozni, ez nagyon sok idő, nagyon sok verejték, de ami a legfontosabb, hogy együttműködéssel nagyon sok mindent lehet rajta segíteni. Ahogy hallom, azért ami nagyon pozitív volt a számomra, hogy a kárpátaljai borászok egyesületekben összeülnek, beszélnek. Ugyanis egy-egy kis pince nem fogja... Nincs abban a pozícióban, hogy ők versenyeznek, stb. Ők nem versenyeznek. Egy-egy fogyasztóért az, hogy az ő borát vegye el, azért igen, de azon kívül össze kell fogniuk, hiszen nem szabad azt a gondolkodást erőltetni, hogy csak az én pincémben van jó bor, és sehol nincsen máshol jó bor, hiszen a borágazat folyamatosan abból fejlődik, hogy kóstoljuk egymás borait, véleményt mondunk egymás borairól, tapasztalatokat cserélünk, hiszen az egyik évjárat más, mint a másik évjárat, az egyik dűlő más, mint a másik dűlő, az egyik pincészetnek mások a gyakorlatai, mint a másiknak. És például nagyon sokszor mi nálunk odahaza Magyarországon is a borászok leülnek, végigkóstolják őszintén egymásnak a borait, és véleményt mondanak róla. Ez egy nagyon nagy kitörési lehetőség a kárpátaljai borászoknak, hogy üljenek le, beszéljék meg a napi dolgaikat. Például az, hogy ki hogyan tud egy adminisztratív problémát megoldani, ki hogyan tud egy gyakorlati termesztési problémát megoldani, mi az, ami bejött, mi az őszintén elmondani, mi az, amivel nem voltak annyira sikeresek, mi az, amire oda kell nagyon figyelni. Tehát ezek a tapasztalatcserék ugyanúgy például a borlovagrendeken keresztül, a kamarákon keresztül, a vállalkozók egyesületében lévő tagozatokon keresztül nagyon fontos fórumok, hiszen egy asztalhoz ülteti a termelőket, és amit erősíteni kell, hogy ezek az összejövetelek, ezek nem, ne úgy tekintsen senki se rá, mint elfecsérelt idő, hanem mint a fejlődésnek, a látószög növelésnek az egyik eszköze.